A lakók kérésének tett eleget Lessing Leitner Fruzsina, amikor hónapokkal ezelőtt azért keresett fel helyi vállalkozókat, hogy a római 1-7 szám mögötti területet megszépítsék. A hosszú folyamat eredményeként pedig szerda délelőtt a támogatók, a munkások, illetve a lakók lepték el a környéket. Mi lakók jeleztük, hogy jó lenne, hogy rendbe tennék egy kicsit a környéket, mert nagyon kietlen volt, és nagyon csak kutya legelő volt eddig. Mikor játszótér volt, akkor se volt jó, mert akkor meg a gyerekek a labdával mindig veszélyeztették az ablakainkat, és aztán örültük, mikor az is megszűnt végül is. Hát nagyon örülünk, és végre legalább normális környezetben élhetünk. Hónapokkal ezelőtt kezdtük meg a munkálatokat, hiszen kerestem helyi vállalkozókat, akik ugye támogatják és együttműködnek ugye a mai akcióra. Ugye hát az itt lévő lakók igényelték az új, hogy szépítsük környezetünket, és hát kellett keresnem ugye támogatókat. Ha már helyi vállalkozókról beszélünk, ő maguk is ugyancsak lokálpatrióták, és hát fontosnak tartották, hogy az ügy mellé álljanak, és hogy szépítsük környezetünket. Itt külön meg szeretném említeni, ugye ha már helyi vállalkozásokról beszélünk, ugye a Global Big Building ZRT, az Aquapipertem Kft., a Dominiké Szép Kft., illetve Karmacsi Tamás állt az ügy mellé. Hát ugye a virágosítás, ugye alapvetően ugye az emberek szeretik a virágokat, és ugye hát komfortosabbá és vidámabbá tesszük ugye a környezetünket. A vállalkozók, akik nem először segítettek a városnak, készséggel álltak a képviselő rendelkezésére. A parkosításra, illetve virágosításra összesen 500 ezer forint gyűlt össze az Aquapipeterm, a Global Big Building ZRT, a Dominiké Szép, illetve Karmacsi Tamásnak köszönhetően. A támogatók egyébként munkájukkal is segítették a folyamatot, akik az általuk megbízott kertésszel együtt végezték el a munkálatokat. Én ezt nagyon jó ötletnek találom, ezért is vagyunk itt. A mi dolgunk egy kis tereprendezés, illetve a háttérben látható növényeknek az elültetése, és hát reméljük, hogy erre a dunavárosi emberek vigyázni fognak, hogy ilyen szép legyen, és remélem, hogy Fruzsina által még több ilyen megkeresés és lehetőség lesz, ahol mi is részt tudunk venni. A városrész lakói nagy örömmel fogadták a kezdeményezést, hiszen az emberek alapvetően szeretik a virágokat, növényeket, és ettől sokkal komfortosabbnak érzik a területet.